Sziasztok! Már legalább 2 hónapja nem volt olyan videó a csatornán, ami ilyen sütéssel vagy főzéssel kapcsolatos, és mivel ez már eléggé a csatornáknak az alapját alkotja, hogy mindig van valamilyen édességkészítős videónk, ezért arra gondoltam, hogy akkor folytassuk ezt a hagyományt, és most készítek nektek egy epres finomságot, amihez nem kell se sütő, se gáztűzhely, mivel főzni sem fogunk semmit, hanem egy krémes epres desszert lesz. Azért gondoltam arra, hogy epres legyen, mert nálunk most mindig van itthon eper, ugyanis most, hogy a szezonja van, már olcsóbban be lehet bizonyos helyeken szerezni, ezért ha már van, akkor készítek, és remélem, hogy ti is tudtok beszerezni óriási nagy finom epreket. Ezen kívül pedig olyan receptet kerestem, és próbáltam is ki, amihez nem kell cukor, hanem például mézzel helyettesíthető a cukor, illetve nem lesz benne semmi csokoládé vagy ilyesmi hízladó dolog, úgyhogy pont ezért még egészséges is így a nyár elején. Első körben össze fogunk turmixolni 15 darab epret, tejföllel, mascarponéval és egy kis mézzel. Magába a turmix részbe már be is dobhatjuk az epreket, mindenki amennyit szeretne, én most 15 darab eperhez mutatom meg ezt a receptet. A mascarponét általában a tiramisu-nak a kréméhez szoktuk felhasználni, viszont jellegzetes íze miatt nagyon finom lesz az eper mellett. Ez a kis dobozni, amit itt láttok, ez 250 g, és pontosan erre lesz szükségünk, tehát az egészet bele fogom rakni a turmixba az eperre. Ezután 100 g tejfölt rakok hozzá, majd pedig jöhet 3 kanálnyi méz, vagy akár több, hogyha ti annyit szeretnétek, vagy hogyha nektek az epernek az édessége is megfelel, akkor nem muszáj mézet rakni hozzá. Ezután csak össze kell turmixolni az egészet, szerintem elkészítésben most járunk úgy 4-5 percnél, és a maradék idő pedig azzal fog eltelni, hogy háztartási kekszport fogunk egy kis csészébe belerakni, de csak egy vékony rétegben, ugyanis erre fogjuk ráönteni majd ezt az epres turmixot, vagy epres krémet. De nem az összeset, hanem amint látjátok, úgy fogom változtatni a sorrendet, hogy kekszpor, krém, kekszpor, krém. És mikor elérkezek a tetejére, akkor még eloszlatom ezt a krémesebb részt. Nagyjából, hogyha egy órára még berakjátok a hűtőbe, akkor nagyon finom hideg lesz, és egy kicsit jobban összeáll a kekszporral, és szerintem mindenképpen megéri kipróbálni, mert amint láttátok, tényleg 10 percnél nem lesz több idő elkészíteni. Remélem, hogy tetszett nektek ez az epres édesség, és hogy majd kipróbáljátok. Hogyha pedig így lesz, és készítetek róla fotót, akkor Instagramon ne felejtsetek el megjelölni minket a hashtag Lina és Pannival, vagy pedig megjelölhetek magának képen is, úgyhogy betaggeltek rajta a nevünk LinaXXPanni, hogyha eddig nem vagytok a követőink, akkor nyugodtan bekövethettek minket, és köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!